Hello, szia! Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel, Frici, a semmi kellős közepéből. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én úgy gondoltam, hogy ezen a vasárnapi napon, mivel ilyen ragyogó napsütéses idő van, én úgy gondoltam, hogy leforgatok néktek egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videót. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. És ebben a videóban konkrétan a zöld háromszög túra útvonalat fogom bejárni. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban is, amit ezúttal a zöld háromszög túra útvonalon fogok néktek rögzíteni. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez egy újabb túraútvonalas videó lesz. Ha gondoljátok, akkor tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezúttal a zöld háromszög túraútvonalon fogok néktek rögzíteni. De még mielőtt belevágnánk én ebbe az egész videóba, azt el kell nektek mondanom, hogy ezt a videót konkrétan egy Nokia 3310-es mobiltelefonnal készítem. A videó minőségéjé elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől. És akkor lassacskán bele is vágunk ebbe az újabb videóba. Ha gondoljátok, akkor tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban is, amit ezúttal a zöld háromszög túra útvonalon fogok néktek rögzíteni. Akkor jöjjön hát a videó, tartsatok velem Fricivel ebben a gagyi videóban is. Jöjjön hát a videó most! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, konkrétan az ezt megelőző videómat ezen a helyszínen fejeztem be, ahonnan ezt a videót indítottam. Arrafelé halad a Zöldkereszt túraútvonal, tehát a Zöldkereszt túraútvonal teljesen egyértelműen arrafelé halad, de mi most nem a Zöldkereszt túraútvonalat fogjunk bejárni, hanem a zöld háromszög túraútvonalat, ami egész más irányba halad, tehát arrafelé van a Zöldkereszt túraútvonal, abba az irányba halad a Zöldkereszt túraútvonal, de erről majd valamikor a jövőben, valamikor a későbbiekben, a jövőben erről a Zöldkereszt túraútvonalról fogok majd külön videót készíteni, de ez nem ezen a mai napon lesz, vagy ezen a mai napon, ezen a vasárnapi napon a zöld háromszög túraútvonalat fogom bejárni, ami pedig most tőlem jobbra van, így hát csinálok is egy jobbra átot, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, így hát szépen csinálok egy jobbra átot, így mi, tehát jobbra át, és én a további abban majd arra felé fogok haladni, mert a zöld háromszög túraútvonal arra felé halad konkrétan, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, így hát én is arra felé fogok haladni, arra a zöld háromszög túraútvonal felé. Amúgy az ezt megelőző videómba konkrétan abból az irányból érkeztem, abba az irányba pedig a Kékkereszt túraútvonal van, tehát abba az irányba van a Kékkereszt túraútvonal, de az ezt megelőző videómba konkrétan a Kékkereszt túraútvonalon bókláztam, nézzétek meg az ezt megelőző videómat, tehát az ezt megelőző videómba abból az irányból érkeztem, de a további abban nem arra felé fogok haladni, hanem szépen rátérek a zöld háromszög túraútvonalra, ami arra felé halad. Így hát el is indulok én ezen a zöld háromszög túraútvonalon, méghozzá arra felé. És akkor, amint látjátok, már el is indultam, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, és már rá is tértem ezennel a zöld háromszög túraútvonalra, aminek meg is tudom mutatni az egyértelmű jelzését, mert erre a fenyőfára konkrétan fő van pingálva. Íme, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, itt van a zöld háromszög túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése. Hát konkrétan itt kezdődik a zöld háromszög túraútvonal. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel
ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezúttal ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon fogok rögzíteni, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És akkor szépen el is indulunk ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, méghozzá arra felé. Na, lányok és fiúk, és akkor, amint látjátok, már el is indultam, így hát haladok is én ezen a zöld háromszög túraútvonalon. Hát a mai napon az úgy, amúgy rendesen jövök a videókkal. A mai napon már nem is tudom, ez hanyadik túraútvonal, amit úgy részben bejárok, vagy teljes egészében. Itt konkrétan ezen a mai napon a legelső videót, amit készítettem, még valamikor a délelőtt folyamán, ezen a vasárnapi napon, akkor is a zöld háromszög túraútvonalon voltam, de nem ezen a zöld háromszögön, ahol most vagyok, hanem egy másik zöld háromszög túraútvonalon. Utána rátértem a Balatonfelvidéki kék túraútvonalra, majd a Balatonfelvidéki kék túraút után rátértem a kék keresztő túraútvonalra, konkrétan. És most pedig itt vagyok ezen a bizonyos zöld háromszög útvonalon. És akkor szépen haladok is tovább én ezen a zöld háromszög túraútvonalon, ahogy mondottam. Ugye a mai napon megint jócskán belehúztam a videók gyártásában, konkrétan. Hát a mai napon is belehúztam a videók gyártásába tulajdonképpen. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, hiszen a mai napon ez már nem is tudom, hanyadik videóm, nem beszélve arról, hogy már nem is tudom, hát konkrétan a mai napon ez már a, hát konkrétan a negyedik túraútvonal, amit én ezen a mai napon részben, vagy teljes egészében konkrétan be fogok járni, hiszen ahogy már mondottam ebben a videóban az imént, ugye ezen a mai napon, ezen a vasárnapi napon, így február 9-én már jártam a zöld háromszög túraútvonalon, de nem ezen a zöld háromszög túraútvonalon, ahol most vagyok. Jártam ugye a Balatonfelvidéki kék túraútvonalon, sőt, jártam a kék kereszt túraútvonalon is, és most itt vagyok a zöld háromszög túraútvonalon tulajdonképpen. Hát lányok és fiúk, és akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon. Ha gondoljátok, tartsatok velem fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban is, amit ezúttal ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon rögzítek, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És akkor szépen haladunk is ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon konkrétan, aminek majd a jelzését valamikor meg is fogom tudni nektek mutatni, valamikor, bízok benne, hogy majd itt föl lesz majd pingálva valamelyik fára. Hát, ja, nagyon bízok benne, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És akkor szépen haladunk is ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon. Ha gondoljátok, tartsatok velem fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban is. Hát, amint láthatjátok, ilyen tipikus túraúton bóklászok tulajdonképpen, itt a bokrok között, meg a fák között, itt le kell hajolnom. Láthassátok, hogy milyen helyszínen halad ez a bizonyos zöld háromszög túraútvonal. Hát ilyen erdős részen vagyok konkrétan. Hát konkrétan benn vagyok az erdőbe. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, amit láthatjátok ezen a felvételen. És akkor szépen haladunk is ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. A mai napon már jártam egy zöld háromszög túraútvonalon, de az nem ez a zöld háromszög túraútvonal volt, hanem egy másik. Konkrétan, tehát arról már van külön videó a csatornámon, nézzétek meg, mint ahogy már van külön videó a kék keresztő túraútvonalról is a csatornámon, azt is nézzétek meg. Köszönöm szépen! Csak most szépen haladunk ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, ami errefelé halad, befelé az erdőbe, jócskán. Ilyen erdős, ilyen erdei ösvényen haladunk, konkrétan, ahol csak konkrétan tényleg gyalog lehet haladni. Mint láthatjátok, ez konkrétan egy gyalogösvény, tehát ez a tipikus túraösvény tulajdonképpen, amit láthatjátok ezen a felvételen, ami egész jó, ki van amúgy taposva, az ellenfényé pedig elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől, de egy kicsit ellenfényesek leszünk.
És akkor szépen haladunk is ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon tulajdonképpen. Hát lányok és fiúk, eléggé saras is, tehát eléggé saras is az út tulajdonképpen, konkrétan. De hát ezek a túrautak már csak ilyenek voltak éppen. És akkor mindjárt meg is tudom nektek mutatni a zöld háromszög túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzését, hiszen fő van festve ennek a fának a törzsére. Íme, lányok és fiúk, amit láthatjátok, itt vagyok a zöld háromszög túraútvonalon, és a továbbiabban is ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon fogok bóklászni. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon rögzítek néktek. És akkor szépen haladunk is tovább arrafelé, ezen a kis gyalogösvényen. Hát ez tényleg ez a tipikus túraút konkrétan, tehát ezt csak konkrétan gyalogszerrel lehet bejárni, vagy éppen kerékpárral, de természetesen olyan kerékpárral, ami ugye ilyen útviszonyokra van kitalálva, ami ugye meg általában a mountain bike, hisz a mountain bike-nak benne van a nevében, hogy mountain bike, tehát hegyi bicikli, tehát ezt az utat kimondottan vagy gyalog, vagy mountain bike-kal lehet bejárni ezt a útszakaszt, amit itt láthattok ezen a felvételen. Ezt láthassátok, hogy milyen kis vékonyösvény halad itten tulajdonképpen. Hát lányok és fiúk, és akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon. Így né, aminek amúgy az egyértelmű jelzése ennek a tőgyfának a törzsére is fel van festve. Tehát meg is tudom néktek mutatni íme. Itt van a zöld háromszög túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és a továbbiakban is ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon fog bóklászni. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon rögzítek néktek. És akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon. Hát lányok és fiúk, szerintem a mai napon ez lesz az utolsó túraútvonal, amit bejárok konkrétan, legalábbis én úgy tervezem, hogy a mai napon ez lesz az utolsó túraútvonal, amit bejárok konkrétan. Hát itt egy kicsit most úgy látom, hogy ellenfényesek leszünk jócskán, mert pont abból az irányból süt a nap, amelyre éppen haladnánk. Hát lányok és fiúk, a napot ugye azt nem én szabályozom, így hát egy kicsit ellenfényes lesz a videó, ezért elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől, hogy ellenfényesek leszünk tulajdonképpen. És akkor szépen haladunk is ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, lányok és fiúk. Hát így szemmagasságba emelem inkább a telefont, hogy lássam is, hogy mit rögzít. Ahogy mondottam, nem tudom, hogy ebbe a videóba elmondtam, ha még nem, akkor most elmondom, hogy konkrétan ezt a videót egy Nokia 3310-es telefonnal rögzítem. De azt hiszem elmondtam ennek a videónak az elején, de ugye ismétlés a tudás atya volt a képem. És akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, ezen a gyalogösvényen konkrétan, ami csak gyalogosan, illetve mountain bike kerékpárral javasolom bejárását. Amíg én most gyalog vagyok, úgyhogy egy kicsit sár is van, mert ugye éjszaka fagy volt konkrétan, és ugye egy kicsit saras is az út, tehát van némi sár is tulajdonképpen ezen az úton, de hát ezek a túrautak már csak ilyen kis saras utak, és ez is eléggé sarasnak tűnik. És akkor szépen haladunk is ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon. Hát lányok és fiúk, mutatom néktek, hogy merre járkálok éppen. Hát itt rengeteg ilyen videó van már a csatornámon, amikor ilyen túraútvonalakon bóklászok konkrétan. Tehát rengeteg ilyen videó van a csatornámon. Hát ez is egy ilyen túraútvonalas videó konkrétan. És ugye egyre inkább a nappal szembe fogunk menni sajnos, de hát a napot ugye nem én szabályozom, meg az út is ugye úgy kanyarodik, hogy pont neki megyünk a napfénynek, tehát kőkeményen belesüt a nap a lencsébe, tehát a kamerába konkrétan,
És akkor szépen haladunk tovább ezen a bizonyos Balaton, ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon. Eléggé kis kavicsos, köves, sziklás kis út ez itt, amit láthatjátok. Ez a kimondott tipikus túraút, amit láthatjátok ezen a felvételen. Lányok és fiúk, ezek ilyenek, ezek a túrautak. Ilyen tipikus, tehát láthatjátok, ez az a tipikus túraút konkrétan. És akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, ami eléggé kacskaringósan van nyomvezetve, tehát eléggé jó össze-vissza megyünk az erdőbe, jobbra-balra, jobbról-balra, balról-jobbra konkrétan, és akkor eléggé saras is, hogy enged kifelé a fagy, ami éjszaka volt. Na, végre jó lesz a fényhatás is, és akkor szépen haladunk tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, amelyet mindjárt meg is tudom mutatni nektek a jelzését, hiszen konkrétan ennek a fának a törzsére föl van pingálva. Íme, lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim, amint láthatjátok, itt vagyok a zöld háromszög túraútvonalon, és a továbbiabban is ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon fog bóklászni. Ha gondoljátok, tartsatok velem fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon rögzítek néktek. És akkor szépen haladok is tovább én ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, méghozzá arra felé folytatom a sétámat. Amúgy déli 12 óra van, húzzák a levesnótát, aki esetleg most ebédel, tehát eszi a vasárnapi ebédjét, annak jó étvágyat kívánok, mert konkrétan most vasárnap dél van, amikor ez a videó készült, mert hallom, hogy húzzák a levesnótát Balatonfüreden, a nagy templomban, és akkor szépen haladunk ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése tulajdonképpen itt látható, és a továbbiabban is ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon fog bóklászni. Ha gondoljátok, tartsatok velem fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon rögzítek néktek. És akkor itt szépen haladunk is tovább. Hát lányok és fiúk, akkor haladjunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon. Na, akkor haladjunk tovább, gyerekek. Amint láthatjátok, haladunk is tovább ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon. Úgy, gyerekek, érdekesnek ígérkezik. Nagyon érdekesnek ígérkezik ez az útvonal. Elég érdekes helyszínre fogok úgy látom odaérni. Elég érdekes vezetése van ennek a zöld háromszög túraútvonalnak, nem mellesleg. Ah, de hova lett a jelzés, gyerekek? Aha, piros háromszög az megvan, ha megvan a zöld háromszög is, jó. És akkor így bóklászunk egy kicsit még. Úgy, gyerekek, mi ez a hely itten? Ezt nézzétek, hova jutottam, gyerekek. Tök jó ez a hely, ezt nézzétek. Hova hozott ez a zöld háromszög túraútvonal? Úgy, gyerekek, ezt a kilátást nézzétek, milyen pazar. Ezt nézzétek. Konkrétan fönn vagyok a hegy tetején. Íme. Hát lányok és fiúk, íme, itt vagyok fönn a hegy tetején, tulajdonképpen. Hát idehozott tulajdonképpen ez a zöld háromszög túraútvonal. Sőt, még itt korlát is van, hogy nehogy valaki itt leszédüljön. A nagy csodálkozásban végig biztonsági korlát van. Elég érdekes helyszínre jöttünk. Tehát elég érdekes ez a zöld háromszög túraútvonalnak a nyomvezetése. Hát lányok és fiúk, akkor itt bóklászunk egy kicsit még ide fönt, és itt körülnézünk egy kicsit. Megész elég érdekes helyre hozott ez a zöld háromszög túraútvonal tulajdonképpen. Tehát ezt így egy kicsit jobban meg szeretném nektek mutatni.
így a videón keresztül, és majd folytatom én ezt a sétát egy következő videóban, hogy ezt a videót én itt és most le fogom zárni tulajdonképpen, mert úgy látom, hogy ez a zöld háromszög túraútvonal majd arra felé fog folytatódni, csak így jól megmutatom néktek ezt a környezetet, hogy hol vagyok éppen. Ezt nézzétek, milyen babáú faszán néz ez itt ki, tök jó néz ki, amit láthatjátok ezen a felvételen, íme. Hát ide hozott konkrétan ez a zöld háromszög túraútvonal. Hát lányok és ők, ezt így jól megmutatom nektek, mert ez azért nem egyszerű ez a látvány. Ezt nézzétek, mert jól néz ki. Hát ilyen helyre hozott ez a zöld háromszög túraútvonal tulajdonképpen. Tehát ilyen helyre hozott konkrétan. Íme. Tök jó néz ki. Jó ez a hely, az az igazság. Hát lányok és ők, ezt így jól megmutatom nektek így a videón keresztül, hogy milyen helyre hozott engemet ez a zöld háromszög túraútvonal. Kicsit bóklászunk itt a hegy tetején tulajdonképpen. Itt valaki tüzet rakott. Itt van, úgy látom, valaki tüzet rakott korábban. Igen, itt egyértelműen tüzet raktak valamikor. Valamikor a hát mondjuk nem annyira közel lehet. Már elég régóta itt lehet, ahogy ezt én így elnézem. Tehát ez elég réginek néz ki. Tehát ez egész nem frissnek néz ki konkrétan. Hát ja, itt valaki tüzet rakott tulajdonképpen. Hát nyilván itt nyársalta meg a szalonnáját. Vagy itt főzött bográj, vagy itt bográcsozott. Hát a környezet amúgy meg baromi szép, ahogy láthatjátok ezen a felvételem. Tehát ezt megpróbálom nektek így megmutatni minél jobban, hogy hogy néz ki ez a környezet, ahol én most éppen jelenleg tartózkodom. Hát tulajdonképpen ez a zöld háromszög túraútvonal erre a helyszínre hozott engemet, ami szerintem tök jó néz ki konkrétan, mert nekem legalábbis baromira tetszik, úgy ahogy van, ez itt, amit itt látok. Egy kicsit még itt bóklászok itt a hegy tetején, és majd utána lezárom én ezt a videót, és megköszönöm a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban is. Hát lányok és fiúk, akkor ezt így egy kicsit körbemutogatom. Tehát itt egy kicsit bóklászok még itt föl alá. Szédelgünk, mint gólyafos a levegőbe konkrétan. Íme. Hát én konkrétan abból az irányból érkeztem, tehát onnan érkeztem abból az irányból, tehát abból az irányból jöttem, amerre éppen most mutatok, és tök jó helyre jöttem el végül is. Tehát ez a zöld háromszög túraútvonal konkrétan baromi jó helyre hozott el. Még itt se jártam ezelőtt konkrétan, tehát ez az első alkalom, hogy itt bóklászok fönt a hegy tetején. Tehát ez is egy ilyen ritka alkalom. Hát lányok és fiúk, íme, így néz ki a közvetlen környezet. Itt aztán vannak, itt van valami tanösvény is, igen. Tehát ez ugye ez egy tanösvényes tábla, ami itt látható ezen a felvételen. Hát lányok és fiúk, egy kicsit itt szédelgünk, mint gólyafos a levegőben. Tök jó nézet itt ki, tehát ez tök jó néz ki, ez tényes való. Ez a helyszín, baromi baba. Hát most már nem bánom, hogy eljöttem idáig, ezen a bizonyos zöld háromszög túraútvonalon, csak hogy aztán itt hol folytatódik, az már más kérdés, tehát az majd a következő videót, mire készíteni fogom, addigra csak kiderítem, hogy hol is folytatódik tulajdonképpen ez a bizonyos zöld háromszög túraútvonal. Egyelőre itt és most le fogom zárni ezt a videót, és meg fogom köszönni a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban is, amit ezúttal itt rögzítettem a zöld háromszög túraútvonalon. Hát lányok és fiúk, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. És már a további abban
megkeresem, hogy hol folytatódik ez a zöld háromszög túraútvonal, és majd azon fogok tovább is haladni, ha megtalálom a folytatását ennek a zöld háromszög túraútvonalnak, de egyelőre úgy néz ki, hogy idáig, eddig a mezőig jött konkrétan, ahol én most éppen tartózkodom, ahol én most ezt a videót tulajdonképpen le is fogom zárni. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy csak idáig jött ez a bizonyos zöld háromszög túraútvonal, ám bár nekem van egy tippem, hogy merre felé fog folytatódni, ha van egyáltalán ennek folytatása, tehát ez majd a későbbiekben nyilván ki fogom deríteni, hogy merre is folytatódik ez a bizonyos zöld háromszög túraútvonal. Hát egyelőre lezárom ezt a videót, és megköszönöm a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban is. És akkor jöjjön hát a elköszönés. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó volt, tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel, Frici, a semmi kellős közepéből. Sziasztok!